Segélynyújtás világnapjának megünneplésével. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Varró István szakiskola sportpályáján, Nagy Ágnes Ildikóval, a Vöröskereszt megyei elnökével beszélgetünk, hiszen egy látványos bemutató volt, tanulságos is és látványos is. Mi volt a céljuk ezzel a bemutatóval? Célunk az volt, hogy minél szélesebb körben tanulják meg az laikusok az elsősegélynyújtást, hiszen ez egy laikus elsősegélynyújtás volt, mert a szakszerű elsősegélynyújtást azt mindig a mentőszolgálat és a szakszemélyzet tudja nyújtani, de az nagyon fontos, hogy azt az első 3 percet, amíg szakszerű segítség nem érkezik, addig olyan helyzetbe tudják hozni a sérülteket, vagy a sérültet, hogy túlélési esélye az megnövekedjen. Nyilván az az első, hogyha valaki egy ilyen balesettel találkozik egy helyszínen, hogy azonnal hívni kell a mentőszolgálatot. A mentőszolgálat értesítése közben is van lehetősége arra, hogy a mentőszolgálat, aki fölveszi a telefont, megkérdezi, hogy milyen baleseti eseménnyel találkozott, és telefonon is tud segíteni annak, akinek valami sejtése van már az elsősegélynyújtásról, mert akinek meg semmi, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy stabil oldalfekvés és egyéb ilyen dolgok, meg hogy a légutakat tegye szabaddá, tehát ezt nem akarok ebbe nagyon belemenni. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a fiatalok, tehát már az iskolában megtanulnák az elsősegélynyújtásnak az alap lépéseit, mindenképpen a vérzéses sérüléseknek az ellátása, illetve az, hogy első, hogy az újraélesztésben némi jártasságra tegyenek szert. Aki jogosítványt szerez, az biztosan mindenki tudja, hogy közúti elsősegély vizsga letételéhez elengedhetetlenül szükségesek ezek a dolgok. De mi ahhoz szeretnénk hozzásegíteni a diákokat, hogy már mielőtt még a jogosítványt megszerzésére rászánják magukat, már akkor megismerkedjenek. Szóval sokkal egyszerűbb és könnyebb, ha többször látják, többször hallják, és akkor nem azonnal kell rengeteg információt megtanulni. És itt tényleg az életből vett történet volt, hiszen egy diszkóbalesetet imitáltak itt most a sérültekkel. Reméljük, hogy sokan tanultak ebből, hogy ittosan, ebben nem is szabad inniuk, még olyan korban van, de ittosan ne is üljenek be az autóba. Ez nagyon fontos, hogy azért választottuk ezt a baleseti szituációt, mert hiszen ez egy szituáció, egy baleseti szimuláció volt, hogy fel tudjuk kelteni az érdeklődést, hiszen ha egyéb más balesetet szimulálunk, nem biztos ide jönnének, de hát ugye a diszkóban minden diák ilyenkor, ennyidős korban megfordul. A másik nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtás világnapja az minden második szeptember, minden második hétvégéje, és mivel hogy a diákokat céloztuk, ezért a hétvégét nem akartuk választani, mert minden sokan vidékről járnak be, és nem nagyon tudtuk volna akkor őket elérni. Úgyhogy ezért választottunk egy ilyen közömbös hétköznapot, és nagyon örülök neki, hogy ekkora számban megjelentek a gyerekek. Reméljük, hogy lesz még hasonló, hiszen aki nem tudott itt lenni, az legközelebb el tud menni másik iskolában, másik bemutatóra. Én remélem, hogy még találkozunk több alkalommal. Ennek biztos lesz folytatása, azon kívül van egy olyan pályázatunk, ami a támokos pályázat kapcsán az elsősegélynyújtás népszerűsítését is megcélozta, és itt a felnőtteknek is tartunk elsősegély oktatásokat, nem csak felnőtt ambubabán, hanem csecsemő ambubabán is, tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki egy gyermeket nevel, és ott történik a háztartásában valami, akkor nem egy felnőtt testen, hanem egy bébi testen is tudja gyakorolni az első, mert ezért csak más a csontozata és mások a méretek. Reméljük, hogy lesz akkor még sok bemutató. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Jenei Zoltánnal, a karcagi mentőállomás vezetőjével beszélgetünk, hiszen ön kommentálta a látottakat a diákok és a itt lévő felnőttek felé. Korábbi években is volt már hasonló bemutató, akkor tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel közösen. Ez most egy másabb jellegű volt, gondolom, hogy szívesen jött és segített a Vöröskeresztnek ebben. Köszöntöm a kedves nézőket. Valóban nagy örömünkre szolgál általában az országos mentőszolgálaton belül, hogyha gyerekekkel foglalkozhatunk, vöröskeresztes foglalkozásokon tudunk részt venni, illetőleg bármilyen segítséget kérnek tőlünk, nagyon szívesen állunk rendelkezésükre iskoláknak, vöröskeresztes szervezeteknek. Most is ez történt végül, és régen volt egyébként ehhez hasonló demonstráció a városban. Örültünk, hogy ebbe is részt vehettem.
És hát szeretnénk azt a nagyon szép hagyományt, amit már évek óta ápolunk a Vöröskereszttel, illetőleg az iskolákkal tovább vinni. Idén ugye nem tudtuk meghirdetni azt a bizonyos Nyitott Garázs című rendezvény sorozatunkat, amit már tavaly és tavaly előtt is nagy sikerrel meg tudtunk hirdetni a diákok között, hiszen felújítás alatt állt a tavasszal az állomásunk. Jövőre viszont mindenféleképpen sor fogunk keríteni ismét. Nagyon szívesen fogunk várni diákokat, osztályokat, csoportokat, hogy megnézzék a munkánkat, lássák, milyen kocsikkal, milyen felszereléssel rendelkezik jelenleg az országos mentőszolgálat. És hát ezen túlmenően oktatásokban szeretnék továbbra is részt venni. Vannak kollégáim, akik ebbe nagyon nagy támogatással vannak a iskolák irányában. Sikerült olyan oktatóanyagot összeállítanunk a PowerPoint formájában, amit bármikor iskoláknak fel tudunk ajánlani. Elsősegény jutó csoportoknak a oktatásához, felkészítéséhez. És hát, mint minden évben, ugye amikor azok a bizonyos tavaszi versenyek vannak, akkor nagy örömmel vállaljuk a zsűrizést, diákoknak felkészítését. Ezek mindig nagy örömök számunkra. Itt most igazándiból az életből vett szituáció volt, hiszen diszkó baleset azért történik. Én nem emlékszem szerencsére, hogy itt a környéken, a közelmúltban, az elmúlt időszakban lett volna hasonló, mint amit most itt bemutattak. Valóban, lekopogom, nem volt ilyenhez szerencsétlenségünk, most így csúnyán mondva. Mikor volt az a bizonyos évekkel ezelőtti nagy bemutatónk, valószínűleg, hogy annak tényleg nagyon pozitív hatása volt ilyen értelemben. Felelősebben gondolkoznak azért a fiatalok ilyen értelemben. Annak a bemutatónak Bévus tényleg nagyon nagy híre volt, országosan több helyre nekünk akkor ezt az anyagot továbbítanunk kellett, több nagyvárosban hasonló szituációs bemutatók voltak, és valóban én sem emlékszek az elmúlt évben, hogy diszkóbaleset, kimondottan egyértelmű diszkóbaleset történt volna itt a környékünkön. Reméljük, hogy akik most ezt a bemutatót látták, ezek is megfogadják az itt látottakat, amit ön is elmondott, és nem fogunk megint sokáig ilyenről beszámolni. Reméljük, hogy így lesz. Hát így legyen, mi is ebbe bízunk. Reméljük, hogy nem lesznek ilyenek. Addig is jó munkát kívánunk önöknek, és minél kevesebb sérül. Tehát köszönjük szépen. Én köszönöm.